Na hát itt vagyunk Ózdon, a Salakmotorpályán. Hát próbálunk ugyancsak a nézőknek autózni. Hál' Istennek úgy néz ki, hogy most jobban fog menni, mert kiderült, hogy a szőlősardói versenyen nem igazán volt jó a motorunk, de hál' Istennek ezt tudtuk olvasolni, aztán megpróbálunk minden beleadni és tövig nyomni. Egy kis bemelegítés itt a Salakmotorpályán, meg örömet okozni a nézőknek minél jobban. A kirádiapálya az mindig bajnok volt, most is az. Jó, hát az útminőség az tudjuk, hogy milyen, de attól függetlenül nagyon élvezhető lesz, vagyis reméljük, hogy az is lesz. Ma volt munka, tehát a fiúknak azért most hagytam egy kis munkát, azért ne igyanak annyit, mint a múltkor. Nap legelején azért ott kezdődött, hogy elment a gyújtásunk, tehát ott probléma volt a gyújtással az első körbe. Visszajöttem, ott kapott egy új gyújtás az autó, akkor a második körbe sajnos nem sikerült normálisan visszatudni a csatlakozót, ami eltört rajta, és a második gyors tökszögből ott leesett a csatlakozó, úgyhogy ott gyorsan kellett azonnal valamit csinálni, és akkor mondtam, adjanak egy gyors köteg előtt, és akkor nem tudtak adni, de itt oda jött egy lány, és mondta, hogy itt egy hajgumi jó lesz, mondom, adni, de gyorsan ezt feltekertem, ráraktam, indítottuk, mentünk, még be sem voltunk kötve, már a srácok visszatoltak gyorsan a pályára, mentünk, utána volt egy olyan kalandunk, hogy azért ugye lejött a kék köd, ahogy kell, elkezdtünk utána sietni, és ráérkeztünk az áruautóra. Tehát az áruautó előttünk volt. Tudom, az hogy? Tehát azokat ráérkeztünk, elengedtek, és igazából ez így történt. Jó, egyébként jó volt, teljesen. Minden körbe valakit lehúztam, tehát első körbe Kurali Bálint barátomat, tehát ott kigyulladt a kicsit a turbós jószága, ahogy kell. A második körben Jobbágy Krisztián barátomat, a harmadik körben Bihari Peti barátomat próbáltam lehúzni, ott elszakadt a spanifer. Úgyhogy most mondták, hogy egy matuga, valami matricát ráhajintanak nekem a kocsira.
Úgyhogy most meg a féltengelyen ment szét, de a Pufi és a brigádja úgy látszik, hogy most megjavították. Megpróbálunk a közönségnek autózni. Szerintem kisebb-nagyobb sikerrel már most elég jól sikerül. Nagyon-nagyon szépen meg szeretném köszönni a szervis csapatomnak, a főnöknek, Harangi Andrásnak és Szálkai Lacinak, és Rolandnak a segítőjüknek, nélkülük nem tudtunk volna menni 15 centit se, tehát ők azért rengeteg mindent megtesznek értünk, éjszaka is az itallal, nappal meg az autó szereléssel, a kettőnek a kombója az hál' Istennek mindig jól sikerült, nélkülük 10 centit nem tudnánk menni. Mi megpróbáljuk mindig a lehető legjobban felkészíteni az autót, nem mindig sikerül, de megpróbáljuk. Tehát szokott olyan lenni a múltkori verseny, és mondtam Gabinak, mondom, nem jól szól az autó, mondom, szeretnék rajta állítani, hogy hagyjad Bandi, már ne nyúj hozzá. Tehát... De ez a hagyjad Bandi, ne nyúj hozzá, az azért volt, mert a barack az beugrott előtte, és nem bíztam a kezükbe, de egyébként jó volt. Szálka barátom, hogy mehetünk a hangosítás, mert szerintem itt az egész szervizpart ugye, hogy mi hol szervizelünk, én nagyjából ennyi. Ő meg a kis padavánunk, mert mostan tanul. De minden faszán csinál, vagy annál jobban.